Na, most, hogy itt szenvedtünk egy 10 percet, hogy legyen hangja a játéknak, most már van, és tudunk is játszani. Itt van 23-as az accountom, és valahogy megállt a 340-es item level, úgyhogy tudok nektek új dolgokat mutatni, és nem csak új dolgokat, hogy a sztoriban, hanem így endgame tartalomban is. Persze, még mielőtt nagyon belemennénk itt az endgame tartalomba, a szükséges köröket, a strongholdot azt még gyorsan elintézem előtte. Vernice merchants know how to turn a profit. Edit and save the book of coordination. Hát én ilyen nem nyúltam hozzá. Ura, hogy most jutalmaz ezzel. Ja, mert hogy a proving ground az itt volt 49-nél. Hát én azt már jó korán kipróbáltam. Hello, sajnos amikor már géphez ülök, a baba a lábamon lóg és a bört rágja a karfány, szóval mostanában kénytelen vagyok hanyagolni a gépen. Ja, ne viccelj, csak úgy el voltál veszve, nem tudtam, hogy mi van veled, a Iridiana. Hoppácska, itt pörög valami szöveg a kamera alatt. Az pörög, hogy notice, special bonus login rewards elérhető. Most már az új EU-vesztes régióba. Aha. Ezt nem lehet eltüntetni? Nem, úgy néz ki, hogy ezt nem lehet eltüntetni, ez most már itt marad. Szóval tegnap stream után... Ez a kontrolleres irányítás. Ezt ki akartam amúgy kapcsolni. Mármint a kontrollert. Szóval tegnap este stream után... Még... Megcsináltam egy-két Chaos Dungeon-t, hogy most már így ne a grinddal kelljen foglalkozni. Így az elején, stream elején. Meg képzeljétek el, hogy megkaptam a Power Pass-t is, a Verni Power Pass-t. Úgyhogy most van egy Power Pass-om. Igen, tehát először is el akarunk menni a Strongholdba. Aztán majd visszajövünk ide. Igen, szóval meglett a sapkám és a nyakláncom is, majd a vállasom is a plusz kettes. Úgyhogy Pelte mehet majd az újabb Chaos Dungeon, vagy az Abyssal Dungeon, nem tudom pontosan, majd megnézzük. You're back. I was waiting for you. There are matters that need your approval. You can go check them in the office. Raid Seal, Stronghold XP és Pirate Coin 75. Az nem sok. 4 órás misszió. 4 órás misszió az mehetne. 31%. Kéne nagyon szereznem ilyen Pirate Coint. Nem ezt akarjuk, hanem a lebet. Jó, ugye ez került Pirate Coinba. White Wind. Storm Breacher. Ó, ez drága, ezek drága dolgok. Cup of Room. Hát akkor kérünk egy ilyet. Wow, nice place you got here. Our stuff is nice too. Kyrika, Waterville, Soul Leaf. Még egy ilyen Astral Blueprintet is kértem. Jó.
Ezt majd szét kell szednünk? Nem, ez egy jobb gyűrű. Krízis, evázió. Hát, akkor lehet, hogy nem jó. Kritbe amúgy jó lenne. Krízis, evázió. Alti? Igen. Krízis, evázió. Krízis, ott van. Nem, a krízis, evázió nem kell egyáltalán. Igen, ez marad, ez biztos, hogy marad. Majd egy fülesből kellene jobb. Oké, és ezeket szét is tudjuk szedni. Kuka. Van még egy ládikunk. Aztán itt még láttam valamit, de lehet, hogy csak képzelődtem. Ja, lehet, hogy csak képzelődtem. Na, megyünk vissza. Így né. Na, akkor jól vagytok, gondolom, Véri Diana. Jó. Kellene majd nekünk Icebreaker, hogy a sztoriba tudjunk tovább haladni. Jelenti, hogy itt a raptorom. Hát még nem töltött be a textúrája. Nekem ugyan nincs technősöm, de raptorom az van. Na, most már betöltött. És itt tud sietni. Na nézzük. Tudunk menni level 2-re. Hol szereztem? N betű. North Vern 30%-os jutalma. Minden oké. Okay. Amúgy lassan magától megy a gyerek, szóval nem hagy unatkozni. Hoppácska. Tök jó. Azt nézem, hogy amit itt kapunk, azok majd a nyakláncok lesznek, az izgik, de még most nem lesz jutalom, mert 11-kor van reset. Szóval ezt még nem csináljuk. Na és most már az Abyssal Dungeon is elérhető. Minden egyes karakter egyszer tud bemenni. Egy pillanat, srácok, mindjárt jövök.
Na itt vagyok, srácok. Honnan van ez a raptor? Northvan, 30%-os jutalma. By the way, este játszhatatlan a szerver, nem lehet belépni a dungeonokba, délelőtt kell megcsinálni. Be lehet lépni, csak türelmesnek kell lenni. Megnézzük ezt az Abyssal dungeont, mit szóltok? Azt mondja, hogy need more player. Hát pedig én nem akartam matchmakingelni. Hát, az az egy biztos, hogy most határozottan jobb. Határozottan jobb, mint este. Ez egy olyan content az Abyssal Dungeon, amit én még egyszer nem csináltam. Nem lehet az F1-es shield használni. Ha jól olvastam, az Abyssal Dungeon heti egy jutalmat ad. Hát ez egy rossz gomba. Darabam. Szia, Frankenstein. De szép pallosa van itt a csávónak. Elég csúnyán néz ki ott. Ajaj. Abba a trutyiba nem szabad beleállni. Ez csúnya volt. Ez nagyon csúnya volt. Trutyi az továbbra is fáj. Szia, buildet magadnak raktad össze, vagy az egyik oldalra, mert én nem tudom eldönteni, melyiket használjam. Hát, én nem csináltam semmi egyszer, nem nézegettem az oldalakon semmit. Ha és 3,5 perc múlva berserk lesz, hát akkor ez szívás, mert a trutyit hagytunk magunk után. Hát szerintem egy szívás. Ez szerintem nem lesz meg neki. De tök jó, hogy lehet voltolni az újrakezdésre.
Csak azt mondtam, hogy hogy van majdnem kétszer annyi HP-t, mint Manernek, van alig van HP-m. Nem tudom. Egyből meghaltam, srácok. Válsátolt. Ez achievement. Ja, válsátolt konkrétan. Nem tudnak felszedni ilyenkor? Ja, még erre is van achievement-ozó. Lehet, hogy fel tudnának szedni, hogyha pont nem boss rajtam állna. Nem gondoltam, hogy vásatolni fog. Szia, Stanár! Meg lesz ez. Meg lesz ez. Fogom a fejem, hogy mások miattam szívnak most. A kérdés, srácok, hogy ilyenkor gondolom föl se tudnak szedni, igaz? Ez a... Nyom egy ilyet, és utána meg rögtön a közelít, ez... Ezt meg kell tanulni. Ahogy látom, sokaknak ez fájdalmas, amit csinál. Aztán meg trutyit hagy. Trutyit kell pakolni. A pálya szélére, ahogy látom. Meg nagyon kell figyelni arra, amit most csinál. Ez, hogy közel kell állni hozzá egyszer. Ugyanez volt nálam, azt éreztette velem a játék, hogy hátráltatom a csapatot. Hát gondolom, aki itt van a srác, ő nem először csinálja. Még arra nem jöttem rá, hogy mikor nyomja. Mikor nyomja azt a nagyon gyorsat, amikor maga közé kell állni. Ja, aha, látjátok? Nagyon iszonyatosan gyorsan. Hát a srác tudja, hogy például mikor csinálja azt, amikor ilyen trutyit nyom. Egyébként.
Nagyon, nagyon szép damja van, akár még meg is tudja csinálni. Nagyon fájnak a dolgok. Ugrás után, mint hogyha ugrás után csinálná egyébként. Srác értette a dolgot. Ja. Meg egyébként elég jó gírja is volt. Kétszer annyi, kétszer, háromszor annyi HP-ja volt. Hát ez kemény volt. Van egyébként velünk egy berserker, ugye aki lehozta, a paladin, meg még egy szarci. Hát én ahogy látom, kettő ilyen kapu van, Zozo. Hát hogy még biztos lesz egy boss. És ez még csak a normál nehézség. Feri! Very with the white knight.
Most csak a saját képességeim látszódnak egyébként. De ezeket a kórokat kell most csapkodni. Amik egy idő után robbannak. Ha jól értem. Nem. Valószínűleg a boss-t kell ezzel a korral csapkodni. Akkor szarul csináltam, srácok. Na jó, akkor nem tudom, hogy mit kell csinálni. Mit kell csinálni ezzel? Meg a kórokkal. Nincs valami, ahol ezt el lehet olvasni? Hogy mit kell a kórokkal csinálni, meg a bosszal? Korra kell ráállni. Korra rá kell állni, a boss ráugrik az egyik party memberre, és megöli a kort. Most nem tudom, hogy mi történt. Nem tudom, hogy most mit csinált egyébként a boss. Tehát, hogy így nem tudtam mit csinálni. Úgy megölt. Együtt kell mozogni, általában az órajárásával megegyező irányban szoktuk mozogni, ezt általában egyeztetni kell a party, merre indulnak el. Aha. Mikor kell egyébként a korra ráállni? Amint kint vannak, aha. És akkor olyankor nem is kell a boss-t bántani? Most jobban haladnak a HP-ban. Most még nincsen kor. Na most már van kor. Akkor a kóra a prió, ha bent marad egy is, akkor vibe. Á, tehát folyamatosan a kórokat kell püfölni, akkor először jól csináltam, csak nem értettem, hogy miért spónolnak a kórok. Tehát ameddig van kór, addig ölni kell. Hát ott egy valaki meghalt. Hát kár, hogy itt most ennyire nem tudok segítkezni a fight-ban. Pedig amúgy tetszett. Még van másfél percük.
levinni 5-ször a HP-ját. Talán ezek az abisszok az első nagyobb kívások, kritikás mechanikák lesznek később. Ha. És ezeket amúgy el is tudjuk olvasni, hogy... hogy melyiknek mi a... a taxa, így menet közben, vagy a játékban, vagy... hogy most azért kérdezem ezt így, mert valamilyen oldalon biztos leírják. Hogy a játékban ez így megvan? Ahogy látom egyébként, nem is a kort kell ütni nekünk, hanem azt kell, hogy a boss rájöjjön a korra, igaz? Ahogy itt megfigyeltem. Azért mondtátok, hogy együtt kell mozogni. Úszek a berserkig. Nincs in-game segítség, nem fogja kezelni tavó. Hát akkor meg valami külső oldalon kell olvasgatni. Igen, amikor portol pörög egyet, azzal csapja. Ja. Most már így láttam. Semi staggeres voltam. YouTube-ban vannak rövid guide-ok, az a legjobb, aha. Oké. Ezt tetszett amúgy ez a fight. Hát igen, itt érződik, hogy ide már úgymond kell készülni. Kaptunk jó sok kavicsot. Jó. Akkor ez ennyi, igaz? Ez tök jó volt. Abban online-ban volt pár dungeon, egy Tower of Dead-et megcsinálni, úgyhogy nem olvastam el, utána nem is lehet, aha. Ez jó volt, ez tetszett. Kár, hogy így, mint első dungeon, ami így olyan sokat nem tettem hozzá. Necromancer Origins-ben egyszer wipe-oltunk Last Boss-on, mert nem tudták az Orb rendszert, szépen el lett magyarázva első element után. Aha. Jó, hát ez most egyébként jó loot volt. Weekly entry count, akkor most már nem tudok bemenni, vagy be tudok menni, csak nem kapok valamit. Ha jól értem, nem tudok bemenni, igaz? Tehát ugyanilyenre már nem tudok bemenni, hogyha minden igaz a héten. Kedd 11 óráig. Csütörtök? Ja, én azt hittem kedd. Thursday. Ja, az meg Tuesday. Oké. Hát igen, TT. Na, megcsináltuk a level 4-es staffot. És
vagyunk szépen sorban. Kezdnek fogni az alapok nagyon. Szépen megyünk a plusz 3 felé. Tegnap megcsináltam egy ilyen Island Quest-et, amikor ilyen férgeket kellett szedni, vagy bogarakat kellett szedni hálóval. Valami Lullaby Island-en, vagy nem tudom mi volt a neve. Ez jó menet volt. Ó, sok Mati. Jó, és még egy hiány tudnék fejleszteni. És plusz 20-ig lehet kihúzni. A plusz 20 az milyen item levelet jelent egyébként? Látszok. 370-ig mentünk. That is absolutely. Bernice merchants know how to turn a profit. Okay. Mondjuk 600-ig el lehet menni ezekkel a tier 1-es cuccokkal, azt hiszem ezeket tier 1-nek hívják, nem? Please tell us if there's a problem. Tetszik, hogy sokszor fontosabb, hogy csináld a mechanikát, mint hogy damolj. Aha. Ezen már van kettő engraving-es effekt. A plusz 15, 600, aha. Igen, de például erről a kék armorról el tudod venni a honingot, például epikre, ha esik. Ó, oh, aha. És nem kell Nóráról hozni, az a transfer, ugye? Minden 8-as lesz, meg ha minden 8-as, akkor lesz meg a 460, ami ezek utáni részeket nyitja, aha. Reflux, de menő ez a reflux ad kettőt. Hunger Ring. Amúgy Ignite a reflux. Wow, ez is a refluxra ad kettőt. Igazából ezt ide teszem, azt mondom, mert ez refluxos. Ez meg Igniteres. Ez is refluxos. Reflux. Reflux. Hát ez tök menő, hogy ezek a cuccok már klasszos engravingre adnak pluszt. Márhogy nem krites egyik sem. Fülbe való nyaklánc. Miért nem krites egyik sem? Hát akkor lecseréljük. Egyik se kritás. Na jó, akkor nézzük a legjobbat. 71. Aha, nézzük, specializáció vagy endurance kell nekünk. Uh-huh. Hát inkább a specializáció. Lehet, hogy azért vánhiteltek amúgy. Domináció. Swiftness biztos nem. Erre mondja, ez 96-os elég jó. Attack speed. Cooldown reduction. Hmm.
Jó, ilyen akkor a szívnesz. Na, ott egy krites, basszus. De amúgy lehet egyszerre kettő is, nem? Ja. Hát igen, lehet ilyen is. És akkor lehetne level 2-es refluxom például. Hát igen, itt van egy fülbevaló, amit 1000 éve nem cseréltem le. Na nézzük. Krites, krites, egyik se krites. Ez meg nyaklánc. Ugye akar a nyakláncot. Nézzük a fülbevalót. Ilyesett egy 100-as. Defense reduction. Expert price. Swiftness. Hányféle kaszt van? Hát azt hiszem ilyen összesen 15-tel lehet játszani, ha minden igaz. Oda nézzetek, hát majdnem 3-as lett a refluxom. Ez ott 2-es, félbevalóval még lehetne okoskodni. Hát amúgy lehet, hogy össze tudnám hozni. 2-es, 1-es. Ja, amúgy össze lehetne hozni, hogy 3-as legyen. Kérdés, hogy össze akarjuk-e hozni. Az 2-es, tehát azzal biztos nem tudjuk. Két hunger ring van, az egyik domination-t ad. De azért ezt nem fogjuk szétszedni. Illetve itt is cserélünk egy fülbevalót, és ezt se szedjük szét, és akkor így elszámoltam volna magam. Ja, mert ugye ez igniter. Akkor... hát akkor ezt így nem. Egy hiány. Szevaszgirosz. Hát ez így szívás, egy hiány, nincs meg a 3-as reflux. Na nézzük amúgy az Igniter-t, alti. Igniter. Uh-huh. Amúgy ez jó lenne, csak kéne tudni használni ezt a Magic Amplification-t. Gondolom én, meg ezt az Arcane Rapture-t is, ami most pont ki van kapcsolva. Na nézzük ezeket a nagy kavicsokat. Ehhez kell nekünk egy arc, méghozzá ő. Szia, leves teknős! I swear, this will improve your life. Na, tehát... Side focus. Nope. Stagger attack. Oh. Ez tetszik.
az all-out-atak. Heavy armor. Crashing fist. Ó, kár, hogy egyik se jó. Igazából ezeket szét kéne szedni, mert egyik se olyan, ami nekem nagyon jó lenne. Ja. Kár. Nagy kár, srácok. Nagyon szuper. Na, hát srácok, ilyen volt az Abyssal Dungeon, és szívás volt, így elsőnek legalábbis. Most megnézzük, mi van még. We will protect this place. Tehát most már tudnék menni ide. Aztán... lehetne menni Lumerusra is. Meg Icy Legorosra is. Lumerus és Icy Legoros... nál úgy érzem, hogy oda nem kell néznem még semmit, semmilyen videót. Az Abyssal Dungeon az, ami nagyon erős. Na, itt egyébként írja, hogy ki mire gyenge. Ő például Lightningra gyengusz. Neki meg a Dark Fire nagy, fáj nagyon. Kérdésem lenne, ugye utat során, mikor harcolsz, hogy akkor armor ékszerek esnek ki, ami egyre nagyobb level. 50 szinten kapsz egy alap armor, vagy össze kell szedni valami szetet, hogy feleszteni tudsz magadtól, vagy ott is esik majd egyre nagyobb. Hát ez úgy ment nálam, Gyrosz, hogy bementem a Chaos Dungeonbe, és ott megkaptam a Tier 1-es felszerelésemet, ami esetemben így néz ki. És ezt tudom nagyon-nagyon sokáig fejleszteni. Ha tippelnem kéne, akkor egyel jobb fejlesztés ennél majd a Tier 2 lesz, vagy az Epic verzió. Nem tudom. Jelenleg ezeknek a cuccoknak az item leveljét tudom húzni Chaos Dungeon-nál tovább. Tehát így sztoriban, hogyha megyek tovább, akkor valószínűleg egy jó ideig nem kapok upgrade-et onnan, és valószínűleg már nem is fogok. Ha végigveszteled Sushirét, akkor kapsz egy alap 302-es gírt, amit tudsz fejleszteni. Nekem az lenne a következő, oda tudnék menni. Tényleg amúgy... most már a tábort megnézném. Hogy mit tud a tábor. Utána érdemes csak a Chaos Dungeon venni? Nem tudom, én nem mentem Sushirébe, rögtön a Chaos Dungeon elkezdtem és... nagyon jó volt. Nem tudom, ez most honnan fog kezdeni, az elejéről? Bementem a Chaos Dungeonbe, azt onnan minden kiesett egyébként. Best. Ó, tudunk az ötösön. Start. Hát, ezek kemény diók.
Ezek azért már kemény diók. Okokos szídeket nem nagyon szeded, ahogy láttam. Dehogy nem. Amennyit tudok, annyit felszedek. Start. Start. Success. Success! Na, tudunk-e tovább menni? Start. 8-as floor. Success! Success! Ez jó. És még csak a izét se kell használnom, ezt a awakening-es képességet. Start. Látom, itt nagy HP és enemik jönnek. Ó, azért már, amit nyomnak. Na és még dobálnak is. Success. Na, nem tudunk tovább menni a 10-essel, mert oda már 380-as item level-kel. Ez a tower. Ez nem engedi, hogy próbára tegyem magam. De ilyen a tower egyébként. Voltak ki amúgy azt itt a YouTube kommenten, hogy miért nehéz ebben a játékban? Van különbség a között, hogy valaki nem kezdőjátékos, meg a kezdőjátékos. Meg az sem mindegy, hogy jól tudod-e használni a klasszodat, mert ha nem tudod jól használni, akkor nyilván nem fog ilyen jól menni a tower clearelés, a Chaos Dungeon clearelés, meg az Abyssal Dungeon, és hát az Abyssal Dungeon az egyáltalán nem ment sehogy. Hát hogy... Van-e hír arról, hogy mikor jönnek új klasszok? Kocka. Kockánk már lehetne egyébként, srácok? Úgy néz ki, hogy még nem, mert nem kaptam meg azt a küldit. Jó, tehát ezt megcsináltuk, és van még itt boss rush is. Jó. Bam, 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 bam.
Specialitásos méter. Time stop potion. Soul fist. Hát én, ez csak 17 per 20 az igniter. Na nézzük meg. Ó, hát akkor, akkor nem. Inkább a 380-asat kéne lenyomni. Ma. 340-eset nem. A cuccok miatt nem, srácok. Mert hogy itt Epic Ability Stone kapunk, itt meg csak a Rare-t. Ja, valószínűleg ezt kéne lenyomni. Viszont, ahhoz meg el kell menni szigetekre, ahogy mondtátok. Itt meg... Ja. 380. Hát akkor meg kéne nézni ezeket a küldetéseket. Unának a küldetéseit. Igaz? Heito Goblin Island. Na hát oda biztos nem megyünk. Egy fiú álma. Lullaby Island. Mehet. Amúgy, valószínűleg amúgy a többit is fel kéne vennünk. Tortajk. Singing Sea. Szóval én nem tudom, mikor jönnek az új klasszok. Set Sail. Majdnem jól belőttem. Amúgy meg kéne nézni, hogy még milyen küldik vannak és hol. Na tessék. Akkor ezt meg is állítjuk és ott már is van egy küldink. Ez már van. Aha, mi? Ja, Felsnar Highlandben van. Jó, hát akkor ezt is elfogjuk. Elfogadjuk. Mindegyiket meg lehet csinálni, amit itt kidob? Ha jól látom, csak hármat lehet, igaz? És az sem mindegy, hogy melyik rewardot. Aha. Na hát akkor például azt a slime szigetek itt kéne megcsinálni. Ja. Ez a Stars Breath, ez jónak tűnik. Jó cuccnak tűnik. Na, tehát akkor ezt rögtön le is adjuk. Harmony Shardos az jó. És kell nekem ez. Meg amúgy ez is jó lenne. Nézzük meg ezt a slime szigeteset. Ja, ez eddig kettő, akkor kell egy harmadik is, mi? Hát ott már felvettem ezt. Nem, úgy néz ki, hogy ezt nem vettem fel. Jó. Ki alatt a MacPixel neve játékról jön a folytatása? Nem alattam, még az micsoda? Reanimált Horse Thief leadereket kell legyőzni. Mint leadert, meg az embereit. Hoppa, hoppa, hoppa. Ah!
új vendorunk van, hogyha jól gondolom. Értem. Hát a küldetés, amiért idejöttem, az már nincs is itt, egyébként már leadtam. Jól megcsináltam, mi? Nagyon régi point and click játék, nagyon poén az egész, röviden van egy bomba 20 másodperc, van egy bomba 20 másodpercet van megoldani egy-egy pályát, de a megoldás néha tök abszurd. Mindjárt nézzük. Ha már itt vagyunk, akkor nem arra kéne mennünk, hanem először oda. Van egy bomba, 20 másodpercet van megoldani egy-egy pályán. Megoldani? Egy-egy pályán, de a megoldás néha tök abszurd, hogy rúg bele egy bácsiba, aki aztán dőjébe kidobja a bombát az ablakon. Ó! Oh. Akkor ez ilyen... Hogy is hívják azt a szomszédos játékot? Csak ilyen... időlimit van rá? Jól hangzik amúgy. Én ilyen point and click játékkal a Szibériával játszottam. Szerintem legutóbb sokat. Szibéria meg nem egy mai széria. De bár talán az utolsó része az... tavalyi vagy pár évvel ezelőtti? Gonosz szirének tönkreteszik a hajómat. Lehet, hogy a pokoli szomszédok az. Szerintem az lesz az Zakika. Na nézzük, bele tudunk már itt szólni a dolgokba. Nem, nem ezt akartam. Ezt akartam. Nem. Nem tudunk itt támogatni. De láttam valamit, amivel ilyen Bloodstone-os akármit csináltam. The durability won't last much longer. Ja. Ezt most nem engedi valamiért. Vissza kell majd teleportálnom egyébként. Egyébként megcsináltam a Bifrostot. Oda csináltam meg. De én tudtam valami támogatást nyomni, Dana. Ez most melyik lesz? Cocktail in hand. Na, koktélozni fogunk. Ez ilyen buli sziget. Azta. Mondjuk ők sokkal menőbb táncot nyomnak. Aha, felvetjük a koktélt és ki kell szolgálni a vevőket. Igyed a koktélt, a koktéltot.
Még itt hátul is azt hittem, hogy táncolnak. Annak speckónak vesztek, amit ha X-szel teljesítesz, menő dolgokat oldhatsz fel. Komolyan? Például egy mountot? Az egyik a vásárló próbál két csaj között dönteni. Vagy esetleg egy új hajót. És honnan tudom, hogy olyan ismétlődő küldetést csinálok esetleg. Kábárban a táncoltán emelkedett a spirit pontod. SP kellett ahhoz, hogy pumpokat tudj inicializálni, vagy ahhoz, hogy battle módba lépj. Emelte a HP-t meg a damot. Mindenhol lehetett látni táncikoló embereket. Wow. Utána nézek. Ja. Akkor nem érdekel. Majd egyszer csak azt veszem észre, hogy, hogy valami extrát kaptam. Reputációs pont. Hoppácska. Ah, hogy ez a reputációs pont az. Aha. És a reputációs pontokat meg lehet nézni, hogy most akkor éppen melyiknél hogy állunk? Aha, itt egy tabon lehet látni. Na nézzük csak, Alt-E. Alt-E. Nem, de. Alt-E. Oh, aha, aha. És itt van 11 oldal. Ó, zsír. 2000 pénz, meg 9000 lesz. Ó, zsír. Na hát ez nagyon király. Van weekly quest is. Ah. Ilyet nem csináltam. Chaos Dungeon. Ó, még ezért is van jutalom. Clearelni kell Chaos Dungeon-t. Jó. És ezekből mennyit lehet megcsinálni? El kell érni a 70 pontot. Egyet? Ó. Oh. Vissza kell mennem. Té. Egyébként tök buli, hogy a Kabal több mint 15 éves játék, és még mindig több olyan nagyon élvezetes játékmechanika jelen van benne, mint a mai játékokban. Nekem az kimaradt. Az kimaradt, Zozo. Először el kell ugranunk oda. Egyébként, hogy az is lehet egyébként, Zozo, nem leszólni akarom meg semmi ilyesmi, hogy lehet, hogy csak te élvezed, mások nem, és ezért nem jöttek át azok a mechanikák újabb játékokba. Ajaj, Pay to Win, megjelent a Pay to Win a chaten. Meneküljetek!
Indeed, someone said pay to win. Thunder Fury, blessed akármi. Pence, köszi szépen a 13 hónap támogatásodat. Mi újság arra felé. Köszi, köszi. Nézd meg. Köszi szépen a 13 hónapot. Mizu is, Bence. Oho! Van? Hogy valaki besegített megölni a leadert? Itt valami komoly gond van. Jó, most már bug lesz. Kombokra épülő harci mód, iszonyat összetett dungeonok, a napi harcok a két fakció között, klán csaták. Ilyen klán csatákból kimaradtam az összes MMO-ból. Ott van Horáció. Ottiárus Horáció. Hát inkább többek leharcoltál? Á, nekem az mind ahol kimaradt. Nem úgy jöttem volna a széles akármihez. Oda néz. Sturm Brecher. Miért akarjak Stun Brecherrel menni valahova, hogyha egyébként az Estok az majdnem minden ellen jó? Storm kell a jeges vizekben. Oda csak azzal mehetsz. Stormmal a jeges tengeren jobb menni. Oké. Okay. Sushirire azzal kell menni. Tényleg, most jut eszembe, hogy nekem kéne olyan ice akármi a hajómra, azt honnan tudok szerezni, srácok? Hát engem is az Estokomban mindenhova tudtam menni eddig, Lord Fairy, de hát én hiszek nektek. Szóval honnan szerezhetek olyan... ice bigyulát? Azt mondta a játék. Hát
nem tudom megmutatni. Sasó. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Sasó, köszi szépen a támogatásodat. Srácok, peregjenek a szvegek. Ahogy az előbb Bencének is. Ja, hogy pont a Sturm Brecher hajó kellett ahhoz, hogy oda menjünk a... arra a területre? Értem. Én meg azt hittem, hogy a hajómat fel lehet valahogy szerelni. Icebreaker. Ja, oké. Okay. Hogy nyomjam? És ennek milyen a dudája? Olyan, mint a többinek. Izumblade? Na, tegnap meg lett a level 50, túl vagyok az első Chaos Dungeon-ön és az első Guardian Raid-en is. Azon pont én is tegnap lettem túl. Micsoda? Mondtam, hogy egyet megeszem. Ez az ér. Na. Hát épp nézegeti, hogy melyik csoki közül válaszol. Mármint a saláta. Nem is gondoltam benne, hogy te sennyire belestél a játékba. Így van, kezd meggyógyulni, hogyha már csoki teszik, akkor már kezd jobban lenni. Mehetni dolgozni. Micsoda? De még nem. Ja, annyira még nincs jól, Adri. Na már nincs messze, srácok. Gyűjtöm most ezt a... Star's Breath-et. A Star's Breath, értem, hogy növeli a sikerességét a honingolásnak, de jelenleg erre még nem igazán volt szükségem. Nem igazán volt még ilyenre szükségem, srácok. Adri mit dolgozik? Asszisztens. Talán ez a jó kifejezés. Micsoda? Szakértő. Én is szakértő vagyok. Van náluk ilyen, igen, hogy szakértő. Már csak 9 szint és meg a level 50 és már közeledek a main story végéhez. Magasabb szintű fegyvereket dobálnak a vendorok. Na, tök jó. Csoki amúgy is kakaóbabból van, tehát gyakorlatilag zöldség. Ó! Oh, ezt tetszik? Akkor ma veszek egy kis zöldséget. Na várjunk, itt miért ilyen ellenséges mindenki, srácok? Ez ilyen PvP sziget, haló? Ez PvP sziget, srácok? Ő szerintem nem akar harcolni. Valaki itt meg akar hívni partiban, most vettem észre. Na
Elképzelhető szerintetek az, hogy ez egy PvP sziget? Ott pirossal írja a nevét egyébként. Az? Akkor jó. Csak menő. Ezt most elgondolkodtatott srácok. Volt egy player. Töltünk egy kis HP-t. És mindjárt megszeredgetünk valakit. Oké, okay, még Red Fairy Fruit is kell nekünk. Az úr slime. Igen, de ez egyénfüggő is. Vannak, akik sokkal koncentráltabb videóbevételre van szüksége. Barátok! Barátok? Player barátok? Talán el tudja foglalni ezt a helyet, ahogy látom. És ez már itt ilyen nem PvP-s terület, a tippen nem kéne, ahol most vagyok. De a Taste of Slime, tehát most ők itt meg fogják majd kóstolni a slime-et. És akkor még van egy heti küldénk is. Oh, hello! Ez jó volt. Bár szerintem hagyta magát. Szerintem hagyta magát. Kaptam amúgy valami jutalmat? Most, hogy megöltem? Joker, köszi, köszi a 34 hónapnyi támogatásodat. Köszi szépen, Joker, mi újság? Haló, haló, megint egy hónap eltelt, mostanában sajnos kicsit ritkában érek ide a streamre. Ó. Hát hogy, Joker.
imádom ezt a játékot, hogy a legkisebb képesség is úgy néz ki, mint a más játékokban egy ulti. Ilyenkor nincs utalom, azt hiszem, csak ha event van. Ó. Hát akkor kár volt megölni a srácot. Ennek semmi értelme nem volt így. Köszi szépen a pergetést, Szemanze és Zolkan. Peregenek srácok a szvegek. Jokernek. Szia Nesz, köszi szépen, hogy itt voltál. Ha már nem találkozunk, akkor jó hétvégét is egyben. Szóval akkor valaki közben leírta, hogy ez a Stars Breath mire jó azon kívül, hogy javítja a honing sikerességét? Hogy ez mikor lesz majd fontos? Mert ez ilyen fontos dolognak tűnt nekem, de eddig nem volt gond azzal, hogy a honing az sikeres. Tehát nem volt olyan, hogy nem sikeres a honing. Jaj. Valaki ezt nem tudja véletlenül? Plusz 6x 100%. Ah. Utána egyre csökken. Hmm. Hát akkor használok materiálokat, mondjuk ilyet, meg a másikat, ami ez. Harmony Shard. Ezeket így használom, és akkor egyszer csak nem lesz sikeres, és még egyszer el kell használnom ilyen Guardian Stone fragmentet, meg Harmony Shardot. Plusz, 10 plusz felett igazából lényeges. Aha. Ó, értem. Tehát akkor még több materiált kell égetni ahhoz, hogy egyáltalán sikeres legyen egy honing. Ó, értem. Most szóltak, hogy az időjárás miatt ma zárva van a melóhely. Kénytelen vagyok itt hamarad. Szegény pocó. Pont amikor megjelenik a Horizon. Vagy tegnap volt a megjelenés? De van Mercy System. Az azt jelenti, hogy 50 sikertelen honing után lesz egy sikeres, vagy mi? Aha, tehát akkor bizonyos számú próbálkozás után 100%-ra beadja. Aha, értem. Ma reggel jelent meg a Horizon. Ó! Oh. Köszi az infót, srácok. Ma éjjel, aha. Máma van a megjelenés. Köszi! Na. Most, hogy ezzel megvagyunk, és materiálokat farmoltunk, valószínűleg nem olyanokat, amilyeneket szerettem volna, vagy nem tudom. Olyanokat farmoltam, amit szerettem volna. Kéne olyan kereskedő arc nekünk. A kereskedő arc pedig... ott van. És akkor kéne húzni. Jaj, mert itt össze-vissza nyomkodok mindent. Kéne húzni 3 cuccot, igaz? Nézzük, hogy ennyi elég egyáltalán. Most így fejben nincs meg. Amíg nincs csak a 380, addig nem akarok bemenni. Csak hogy a maxot kihozzuk. Bár be tudnék egyébként menni Guardian raidbe.
Jó, hát ez, ez esélytelen. Akkor valószínűleg be kell mennem a Guardian Raid-be. Guardian Raid-ből esnek nekem olyan cuccok, amikkel tudom fejleszteni, tudok honingolni, srácok. Nem tudjátok véletlen? A Guardian Raid-be úgy, hogy nem kérem azt a... izét. Tudom, hogy a Chaos Dungeon is jó. Viszont, hogyha most lemegyek egy Chaos Dungeon-t, akkor... izé, elmegy az Aura of Resonance-om. És azt nem akarom, azt úgy akarom, hogy level 3-ason. Tehát akkor... mit tudnék úgy menni, hogy kapjak Guardian, illetve Destruction-ös Stone Fragmentet, úgyhogy nem megyek be milyen izével, Harvest-tel, szigetes küldi. Na és olyanokat, hol kell csinálni, mert ezek szerint nem ez az unás volt. A vendor az, az nem, mert elfogyott a resource-om. A vendortól vettem ki. Már nem is tudok többet kivenni szerintem. Kalózoktól? Kalózokkal meg még nem is foglalkoztam egyáltalán. Szóval nem tudom milyen szigetre kéne menni, hogy... hogy legyen ilyen fejlesztem. Mondjuk akkor már ki kéne számolni, hogy mennyi kell. Oda mész és kész van a quest, azokat csinálgatom. Ja, ezeket? Ezeket? Amint hogy a déliket? Azt mondtátok, hogy ebből csak hármat lehet megcsinálni, nem? Ó, oh, akkor nem. Azt hittem, hogy ezek azok. Ja, hogy az Island Questek azok, azok, amiket én most itt csinál, ez? Ez a Port Kronás? Lila küldik a szigeten. Akkor nem az. Az a Main Questnek. Ja, akkor a, ezek a, azok, azok a, hogy például ez. Például ez. Ez az Adventure-os, igaz? A világ térképen kiválasztasz egy szigetet és elmész oda. Jó, oké, oké, oké. Na, hát egy ilyet már engedne is akár. Ez is végig kéne csinálni, mert nem haladhatsz majd a főküldetésen. Oké. Okay. Jó, most hogy állunk? 373. Hát akkor még kettőt kéne megcsinálni. Oké, okay, akkor ez valószínűleg nem sok. De azért mégiscsak számoljuk ki, hogy mennyi kell. Pillanat. A férjük ezt tükkös és rengeteg idő, meg két óránként nyílik meg, ami kell hozzá majd. Hmm. Guild Vendortól is lehet venni kék kavicsot. Igen? Na, az, az, az itt van egyébként közel, hogyha minden igaz. Tehát 135. És 235 kell. És most 32 van. Oké, okay. Ez pedig... 225. 141 van. Jó. Illetve elfogyott a harmoni sárdunk is. Ami nagyobb probléma. Mert azt sem tudom, hogy honnan lehet szerezni. Nem, nem ő a gildes? Pedig itt van valahol a gildes, nem? Nem. Nem tudom, hogy hol a gildes vendor. Kéne nézni. Transfer skill tree. Gold shop, amethyst shard, abyss trade, gem expert.
generál, akkor nem tudom. Ennek mi a jele, srácok? Javítós ott is. Gold shop. Ezeket kéne néznem? Ő mit tud? Értem. Rift piece. Aha, map. Fate skill materiál. Nem tudom, hogy hol van ilyen guild vendor, amit mondtál, Lord Fairy. Ha egyáltalán van itt ilyen. Jó. Hát akkor csináljunk küldit. Lullaby Island Fairy. Ezt miért nem mutatja nekünk, hogy ez hol van? A Lullaby Island az valahol erre van, nem? Turtle. Offer Lonely Island. Ezt így lehet rá keresni? Lullaby. Oké, akkor oda kell mennünk. Hú, ez jó messze van. Hát akkor ready to sail. Szóval Silent Wolf. Wow, are we leaving now? Így menjünk, hogy gyorsabbak legyünk. Set sail. És akkor lullaby. Hát ez most el fog tartani egy ideig. Huszonkét csomóval repesztünk. Ark Inheritor. Pet. Legendary. Hát én nem állítottam be semmilyen title-t. Ezekből a szigetes questekből egyébként fogok kapni a Harmony Shardot is? Hogy limitált, hogy mennyi fér ki. Hát akkor legyen így. Nagyon örültem neki, amikor volt ilyen 12.000 harmoni sárom, de nem tudom, hogy honnan szedtem annyit össze. Állítólag most átmentem egy szigeten. A Toki Islanden átmentem, de nem láttam sehol. Na basszus. Most figyeltem, hogy ugrottam úgy a chatem egyet, és az volt az utolsó, amit írt, hogy
Bocs is, srácok, most láttam, hogy írtatok. Ugrat egyet a csetem, és annyit, az volt az utolsó, amit Silent Wolf írt, hogy szevasztok, srácok. Bocsi. Ez egy minimum egy 6 órás quest, ajaj. A Blood Shard Vendor a gildes. Shadow Island küldi sorozatból én kaptam valami 2000 olyan kék kavicsot. Wow. Most kezdeném el játszani a gémet, sokat számít az, hogy melyik szerveren kezdem el? Hát, hogyha klánba, akkor valamilyen klánba akarsz kerülni, akkor sokat számít, egyébként nem. Ja, ugrott egyet a chat, pocum. Astella. Lullaby quest teljesítéséhez kelleni fog rengeteg pirate coin. Jó, akkor egy kérdés. Ha én most ide jövök a Toto Silver Islandre, tudok szerezni ilyen stone fragmenteket? Mert most az nem világos számomra, hogy akkor pontosan mit kell csinálni, mert mondtátok, hogy Island Quest-ed, de ennyi. Szia CP, amikor várható kérdésre a menetrendet javaslom. Akkor nem mindegyik szigeten van ilyen küldetés. Honnan tudom megállapítani, hogy ezen a szigeten van olyan küldetés? Már az elején, vagy csinálgatom, aztán majd lesz, vagy hogy van ez? Én a Serenity Island-del kezdeném. Ezek de aranyosak. Megnézzük mindjárt ezt. Aztán majd megyünk tovább a Serenity-re, hogyha már... Hearts Melody. Elder Totónak kell ezt lejátszani. Remélem, itt kellett volna. Igen. Splendid Shard Chest. Harmony Shard Pouch. Ez jó hely. Ez jó hely. Akkor most már nem is kell annyira aggódni, hogy miből fogok honingolni. Még egy kis shard chest. Tegnap este vagy 5 órán keresztül szigeteztem. Meg kell examinolni. Az Eggs of Creation-t. Hát azt a tojást, ami ott van. Azt mondta a tojás, hogy... Akkor bedobhatom, hogy hol a Guild Vendor? Hát, mivel most már
ugrott a cset és láttam, így ha szeretnéd bedobhatod, de elvileg ő az. Blood Shard Vendor. Az a giedes. Akkor nem ez az? Bloodstone Exchange. Akkor jó. Kindness. Ó, és most azt szeretné, hogy elmenjünk Elder Totomához a Mokoko Village-be. Köszi a elpet, srácok. Na tehát akkor például... Mokoko Collection, három Mokoko is van ezen a szigeten. Akkor vissza. A Song of Escape kidob a sziget dungeon elejére. Ja. Kaptál ládát, abban nincs olyan kék cucc? Nem, ez sajnos harmoni sárdos. Ez sajnos harmoni sárdos. Mármint én örülök neki a harmoni sárnak. De hogy nem ez kell. Most nekünk. Ja, a Mokoko szíveket nehéz megtalálni. ...274 járci, Jézusom. Az azért durván. Ő szomorú itt. A szélét nézem nagyon, de a szélén nem dobott fel se hal se. Olyat, hogy... ...vegyem fel. Most egyelőre csak nézelődök itt, hát ha látok valami mokokósat. De semmi. Sziasztok, nekem van egy olyan térképen, ami be van jelölve, hogy melyik szigeten milyen enchanting materiál, tére kettő. Hogy milyen engraving elérhető, ha esetleg most azokat keresed, szívesen bedobom. Aha. Hát ezt bedobhatod, azt megköszönöm, Janice. Mert igen, most pont azt nézzük, hogy hon lehetne ilyen honing materiált szerezni. Hova menjek. Most random rámentem egy szigetre. Enchanting materiál. Én most ezen a Silver Island-en voltam. Viszont... viszont... Én itt csak ilyen harmadik sárdot találtam, és nekem a másikén a Stone Fragment. Akkor valószínűleg a tier 1-es materiáloknál kell nézelődnöm. Marcsa, köszi szépen az infót. Fatal Pirate Coin Black Fangs, then.
Ja, a Pirate Coin-okat is kell majd szednem. Szia, Budi Matador! Shadow Island nem rossz, nem kell utazgatni, csak mobokat ölni. Aha. Mindjárt ezt most megnézzük. Ja, kell azt az interaktív appot is elsőben bedobom, ami megmutatja a mokus ideket, meg ilyesmit, az is elég hazud. Bedobhatod, hát a segít most valakinek, lehet, hogy még nekem is akár. Hát az Ability Stone-okon elnyomtad azokat, az a... Nem tudom, mit lehet velük csinálni? Mit lehet ezekkel csinálni? Faceteléseket, ha a facetelés már megcsináltad mindegyiket, akkor az egy olyan kavics lett, azzal már nem tudsz mit csinálni. Jól mondom, a srácok. Hát ahogy Adam K. írja, eladni vagy vendor, vagy AH. Nyersanyagot ad a vendor. Ah, hát akkor vendor. Köszi, Janice. Pico. Budi Matador, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen a támogatásodat, méghozzá az ötös feliratkozás ajándékozásodat. Köszi, hogy ezzel. Red, Dr. Buzogány második, Balthazar, Adam K. és Iriu Zero első napját lehetővé tettem. Eregjenek, srácok, a szvegek, mutassátok meg, hogy hogyan kell ezt csinálni. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Még az is tud szegelni, aki nem feliratkozó. Igaz, annak nem lesz animát. Mokokó pollen. Ugye elsőre engem sok volt a játék, mennyi minden van benne, aztán vagy két napig oldalakat olvastam, hogy mit vagy kellene. Hát igen, van benne content. Tehát... Sea Swept Woods. Oda kell menni. Ja. Köszi szépen még egyszer, Budi Matadora, az ötös ajándékot. És azt mondod, Lord Fairy, hogy ezen a Shadow Island-en, ami most így nem is tudom, hogy hol lehet. Hát ahogy meg tudjuk keresni. Shadow Island. Ott? Ó, ez közel van. Ott jól jönnek ezek a Stone Fragmentek?
Nekem ott a küldjárta nagyon. Aha. Okés. Ezek itt felül az eventek, hogy mikor mi indul éppen, Simmons. Ma reggel már majdnem boldog voltam egy percig, aztán szólt a játék, hogy hé, ideje elkezdeni bányászni, és aztán kiléptem. De ebből semmi se kötelező, az megvan, Zoltan? Nem akarsz bányászni, nem akarsz fát vágni, gyűjtögetni, meg ilyen exkaváló, mit tudom én, milyen dolgokat csinálni, akkor nem kell. Kell a progresshez, mert main küldi volt, aztán mutatott egy új menüt. Ja, hát ez még a tutorial része, megmutatja a játék, hogy miket lehet csinálni. Abban nem kell egyáltalán, tehát hogy a játékban nem kell bányásznod, ha nem akarsz. Na, hanyas szintig lehet húzni ezt a favágást? Nekem most 30-as például. Például van olyan, hogy 30 az szint. Harmincig lehet? Ha? Hát ha szinteződ itt a gyűjtögetős képességeiddel, akkor igen. Akkor ez megjutalmaz. Hopp, nem ezt akartuk. Ezt akartuk? Igen, ezt akartuk. Tíz szerintem jó kezdésnek, mert akkor mindent ki tud szedni. A nagyobb fákat, gombákat, virágokat. Ja, úgy akarok majd bemenni arra Platinum Islandre. Lali, namaste! Lali. Hogy állnak a szerverek? Hát szerintem úgy, mint az első napokban. Oké, most vissza kell menni Eldar Totóhoz. Hétvégén, ha ki akarod próbálni a játékot, és nem zavar, hogy a haverok meg ismerősök az EU centrál régióval játszanak, akkor az EU Westet tudom amúgy javasolni mindenkinek. Ott nincsenek sorok. Legalábbis tegnap este nem voltak. EU West szerverre kell valami plusz drop van, bár nem tudom, hogy ez a foundereseknek szól-e. Most nézem, Cinevel szerveren. Vagy nekem az ismerősöm tegnap mondta, hogy menjek Kadarra, te is ott vagy. Hát... én nem Kadadon vagyok. Én nem Kadadon vagyok. Mm-hmm.
A-ból B-be kell vinni, de aha, itt van. Hát átvertek bizony. Nem csak a founderesek, a login bónusz is dupla az EOS-en. Ja, méghozzá elég jó egyébként. Oké, oké, meg vagyunk. Ja? Vagy itt ez még van tovább. Nem is figyeltem, hogy mit adott. Mi lehet a jelszó? Hát, nem tudom. Sikerült a harmadikkal. Server transfer még az oroszoknál se volt, meg a koreaiaknál se, úgyhogy... Nem biztos, hogy ezzel számolni kellene. Hát, figyelj, mert igen. Parancsolj. Ide kell mennünk? Ja, milyen jutalom? Hát ezt nem akarom csinálni. Úgyhogy... Ezt le is adjuk. Ennyire játszhatom egyedül? Hát én most egyedül nyomom. Endgame content az meg csapatos. Endgame contentet, az endgame content egy részét csapat nélkül nem tudod megcsinálni. Mobile game feelingje van? Hát elsőre olyan. Ja, elsőre olyan. Ezt aláírom. Gondolkodok, hogy valami pakkot megvegyek, mert láttam a Steam 3 lehetőség van, nem tudom, hogy mennyire éri meg. Nektek mi a véleményetek? Figyelj, szerintem felesleges, most már, hogy így nem founder van. Játszol a játékkal, aztán majd meglátod, hogy mire van szükséged. Igazából ezek ilyen prémium dolgok. Szerintem a legjobb dolog, ami így pakba jár, vagy járhat, nem tudom, hogy most ezekben a starterben mi van, hogyha ilyen kristályos aurát szerzed, az segít egy kicsit. De igazából kinézetek, meg ilyenek. A foundernek az volt a legjobb része, hogy hamarabb tudtál játszani. Igazából. Meg ha már tudtad, hogy mit fog adni neked a játék, akkor tudtál könnyen dönteni. Én nem tudtam. Ezért lett csak a bronzom például. Ja, a mount miatt easy. A mount az jó. Ja, van matchmaking. Nekem feltűnő, nem? Csak egy dolog hiányzik a free szekcióba, a petek nem tudom aktiválni valami funkcióját. Igen, ezeket a pet funkciókat. De ez nem olyan, hogy így nagy hiányérzet, hogyha nincsen. Városba tudsz javítani, a városban van egy csomó minden. A
azt mondja, hogy még nincs meg ez az imót, akkor most kaptam meg. Ja. Hát lehet egyedül játszani tényleg, de az endgame contenthez már kell csapat. Most az tök mindegy, hogy randomok vagy haverok, de az endgame content egy részéhez kell csapat. A Raptor az ingyenes. A Raptor az annyira ingyenes, hogy Vern a 30%-ánál kapjuk meg. Itt van egy régi 800%, az brutál sok ide. Hát az biztos. Kíváncsi leszek, mikor bukkan fel az első arany unicorn, és ahhoz mi kell? Nyomjuk a repúzást. Na hát, ez very big. Ez very big loot, srácok. Bizárom fullos map. Ó, oh, aha. Annál aztán elkötelezettnek kell lenni. Na. Go! Megtaláltam, amit kerestem? Nem. Még nem. Még nem. Stone fragment kell, olyat még nem találtam. Viszont találtam, hogy hívják ott? Harmony shardot, rengeteget. Ezen a Toto Silver Islandon. És amúgy ez is kellett. Altóval legalább közben nézegethetünk achievementeket. Rapport rank. League Legion. A preset váltás is egy achievement. Special equipment. Van rengeteg ilyen rapport ládám, mit érdemes velük választani? Még egyet sem nyitottam. Szerintem semmit, de nincs hozzá, tehát nem vagyok szakértője. Szerintem semmit nem érdemes kinyitnod, ahhoz, tehát olyat érdemes kiszedned, ami éppen kell valamelyik rapportos emberkéhez. Hogy random szerintem felesleges kinyitogatni. Ez azon múlik, hogy kinek mit akarsz adni. De hogy mikor és kinél érdemes elkezdeni ezt a raportolást, azt nem tudom.
hogy nem tudom, hogy most Bélánál vagy Józsinál kell lesz megkezdeni. Nem tudom még, hogy ez hogy kell. Hogy nem tudom, hogy mikor jön ez a pillanat. Ó, de jól néz ki ez. Na, a raportolás növeli a térkép 100%-os teljesítését. Az biztos. Az biztos. Az egyébként 100%. Csak nem tudom, hogy ki mit ad. Tehát, hogy nem tudom, hogy van-e ilyen lista, hogy például melyikkel érdemes kezdeni, vagy mi alapján döntsem el, hogy mit akarok. Érted, hogy melyiknél akarok raportos szintet húzni. Mindenki írja, hogy mit ad, senki se ad OP-b cuccokat, hogy érdemes legyen valakinél kezdeni. Itt van. Aha. Revenge is mine. Ó, köszönöm szépen amúgy ezt. Nitratos. Raport menüpontból pedig mindenkinek meg lehet nézni előre a cuccait, így igazából amelyik szín... Ó, na azt a raport menüt szerintem én még nem láttam. Az hol van? Alt N. Ó, látom már. Aha. Na nézzük. Ó, értem. Az a jó egyébként ebben a raportolásban, hogy minden nap lehet zenélni, meg táncolni nekik. Ja, és azt is látom, hogy ki mit szeretne. Szia, Teki. Ja, én ezt a raportosat még, mármint hogy azt, hogy mit ad, azt még sosem néztem. De már voltam ebben a menüben. Na ide jöttünk, mert Lord Fairy azt mondta, hogy nekem itt na most nagyon jó lesz. Nagyon jó. Meg kell menteni a haverjait, hogyha minden igaz. Ez olyan, mint a Tower. Srácok. Szerintem ez a Tower, nem? Mármint, hogy ez a Towernek a helye. Na. 225, tehát a fegyvert már tudnám fejleszteni. És nem tudok fejleszteni gírt. Oké. Okay.
Jó ez a hely, tetszik. Second floor. És jól nem tudom, hogy hanyadik floorján vagyok. Végtelen mennyiségű enemy lesz? Gondolom igen. Ők itt mit csinálnak, srácok? Nekem ezt tetszik, hogy itt öljük a népeket, de hogy ez miért jó? Hoppácska, az rossz helyre ment. Jó, hát innen megyünk tovább. Hogy kell kilépni a partiban? Ennek semmi értelem volt itt, amit én most csináltam. Meg kell keresni Ganekront a második szinten, aztán Kangalt a negyedik szinten. Aki esetleg tudja, hogy hogy lehet kilépni a partiból. Illetve, hogy itt mérőlik az emberek a szörnyeket, azt... Na, azt szívesen venném. Elvileg most a negyedik szinten vagyok. Van hangán. Csak XP-t farmolnak, vagy itemet. Rakijának el kell mondani, hogy Kangal meghalt. Ha ennyi volt a táver. Itemet is lehet itt farmolni? Ctrl jobb klik és ott a leaf party. Nem akartam foglalni a helyet. Ölés, egyenlő küldetés. Akkor itt majd lesz egy olyan küldetésem, hogy ezeket ölni kell? Jó. Nagyon jó. Ez az, adjad még. Na ez annyi, mint hogy tudnám fejleszteni a... Tudnám fejleszteni tovább a dolgokat. Köszi a választ egyébként. Ó, nem akartam ezt a gombot megnyomni, semmi gond.
Az a raportos inventory, mennyit ad az inventory-t, és van egy külön fölre. Van egy külön föl a raportnak? Külön föl van a raportnak. Hol? Inventory, könyv és ra... Ja, hogy itt! Ja, hogy ez az? Na hát én azt hittem, hogy ez ennyi. De akkor itt még van ilyen sealing materiális, meg itt a raportos is, aha. Zsír, hát köszi. Ez nem is tűnt nekem fel. Hát ezt itt végignyomjuk. Na, démonokat kell legyőzni. Most el a küldi. Ezek nem démonok. Legalábbis nem adott semmit. Ezek már démonok? Ezek határozottan démonok. Nem démonok. Vagy akkor van köztük egy démon. Melyik lehet a démon? Hát ezt jól lassan adja. Ja, mert hogy... Nem ad... Tehát, hogy... Nem démonokat kell ölni, hanem gyűjteni kell ezt a Wild Debris-t. Minél fentebb ütöd, annál többet ad. Igen? Már megyünk is? Valóban. Köszi szépen! Elég egyébként, hogyha már egyet megcsapok, és akkor az már adni fogja a lootot? Vagy hogy működik ez ő? Szigetelési haladási sorrendet belinkeleted? Persze, Ádám, csak fogadtam. Neked nem is kell bármit. Szépen azt valam észre láthat. Hogy nagyon a mana. Oké, már csak 15.
Na, megyünk vissza. Ahogy ez volt ez a Roto Rohendel. Rexarax, Black Fang eddig a legszintén. Az elején én is egyébként elkezdtem olvasni a párbeszédeket, aztán arra jöttem rá, hogy a cinematic nekem bőven elég lesz. Hát itt van Rictus. Ez adott 40-et aztán. Mindenki megtalálja az MMO-ba. Ha neki szépet mappol, az a jó. Hát a Mage a főper egy, hogy tetszik, ha választani kéne a többi klassz közül, melyik jön be? Nem tudom, nem néztem még a többit annyira. Berserkert próbáltam, de így elsőre nem fogott meg. Nehéz eldönteni. Tehát is így most. Powerpassnak is van sztoria? Én a Vernit megkaptam. Van valami funkció, és ha jöltem, ha egyet felhúztál, akkor 8 óra alatt felhúz egy másikat. Ezt nem vágom, srácok. Ivory Tower. Vissza kell hozni a lesár rekordokat az 5. szintre. 1. Ebből. Három. Négy, és akkor Rictus lesz az utolsó, ne? Itt is van egy boss. Tök jó. Uha.
Hát én kipróbáltam a Female Gunnert és a Mage-en kívül mindent, level 20-ra húztam a többit, hát meg kell mondanom a Paladinahoz képest, hogy support, überfán karakter. Na, jó. Én így a Berserkerrel próbálkoztam emellett. Ezzel valamit hisz a fő sztori vonalon, a hogyant nem szeretném lelőni. Aha. De hogyha lelővített, nem gáz. Inkább is nekem. A level 5-ös Stronghold-os küldiből kapsz egy robotot, amivel ezt meg tudod tenni 9-szer. A Power Pass 2 karit 20 fel instant, ez a robot meg 9-szer, másikakat 8 óra alatt, aha. És paladin vagyok, és nagyon egy ahhoz képest, hogy milyen képességei vannak. Nekem ez a sorci az, ami így nagyon bejön. Többit nem néztem még. A Summoner-t néztem még a zárt bétába, de ennyi. Amúgy azt tudjátok, hogy ez az admin spam, ez miért lehet itt a szerver area chatjében? Annyit látok már egy ide, hogy admin! Amiről biztos lemaradtam. World Boss miatt? Ops, ez halál lesz így. Lesár rekord. És most gondolom mehetünk vissza. Bizáromkor él élet. Ja. Azért ad mi spamelnek, mert ha 50 friended lesz, akkor kapsz 1000 követ az achievementben. Ezt a kéket? Ezt nem tudtam. Köszi az infót. Shade Spire Floor 24. Most tudok feljebb menni? Most tudok még feljebb menni? Enged minket még feljebb? Kell számolnom amúgy, hogy hanyadikon vagyok? Ja, hogy ametisádok. Nem nagyon kell, jól van. Hol a boss? Ja, itt van. Szávász Vikar, mizós. Ez az ötödik. És hát tudunk itt feljebb menni? Nem. Akkor ez a Shade Spire, ez merre van? Lesár, hagyta.
Shadow Island tokent is kaphatok. Hát a Lockét nem fogja megmutatni. Shades Piranha, megnézzük az interneten. Valószínűleg ide nem fogunk tudni menni, mert ez a sima távőrözés. A 24. pedig 420-as item level. Tehát akkor most lehet neki menni igazából. Eddig hozzá az elvárt élmény számodra? Nem vártam el tőle semmit, az a helyzet. Nem vártam el tőle semmit, annyit tudtam, hogy ez egy új MMO, kipróbáltam a bétába és elég látványos volt, most meg így, hogy megjelent, így meg tetszik az NDM content eddig, amennyit így ki tudtam próbálni belőlem. Lila Treasure Map megvan már Northrend-ban. Szerintem nincs ilyenem. Hát ez jó javaslat volt Lord Fairy-től. Hova megyünk? Hát nem erre akartam. Na. Nem ide akarunk jönni, hanem ide. És akkor most tudunk honingolni. Amit el szerettem volna másfél órája. Esti fog Northrend terület és küldözés közül egy Lila Treasure Map, ha még nem esett, remélem nem tudod. Nem hiszem. Ilyen treasure mapeket nem tarlak. Na. Igen, 100%. Level 6-os. Oké, és pumpáltunk bele eleget ahhoz, hogy majd tovább tudjon menni. Kíváncsi vagyok, hogy hanyas item levelig tudunk most ezzel felmenni. Tehetek meg lesz a 400. Ja, még ilyen world boss se öltem egyébként. Az is kimaradt eddig. Úgyhogy nagyon sok minden még így új nekem.
Oké. Még kettőt vagy hármat tudunk upgrade-álni. Ja, hát ez ennyi volt. Ez ennyi volt. Gear of my dreams. Tehát akkor 385-ig biztos elmentünk. 410, srácok. 410-ig el tudtunk menni. Hát ez rohadt jó. Köszi szépen a segítséget, srácok. 380-ig akartunk csak elmenni. De ez így jobb. Ez így sokkal jobb. Azt hittem megint beakadt a csetem, de csak nem írtatok. Na ez szíves, 420 az meg ilyen. Srácok, azt nézem, hogy a legjobb gear valahol 1300. Ja, valami olyasmi jelenleg a legjobb. Na jó, hát akkor... Tehát... Van egy ilyen nagyon szép útvonal. Gine a szírút, hogy miket érdemes megcsinálni, és mi mennyi idő. Serenity Island, aha. Azt kell megnéznem, hogy én most így, vagy megcsináltam ezt a tortolykosat. Vagy Toto Silvert. Aha. Ezeket újra meg tudom csinálni? Ezeket a questeket? Ezeket a guide questeket? Vagy hogy hívja a játék? Adventure-ok. Ezeket az adventure-okat többször is meg tudom csinálni, vagy csak egyszer? Az igen. Nem minden küldetés egyszerű, kívül az alti az napi. Aha, oké. Én még itt ezt a 420-asat szívesen megcsinálnám. De felesleges ennyire ráizélnem. Jó, menjünk akkor a hármasra. Az a helyzet itt már ilyen epikus cuccok lennének. Jó. Ja, a napi küldiket már megcsináltam. Napi küldiket már megcsináltam. Srácok? Még nem megyünk Chaos Dungeon-ezni. Mert legalább 420-as szintre fel akarok menni. És akkor a Northverni Chaos Dungeonből a maxosat meg tudjuk csinálni. És a Shadow Tower után javasolta, hogy eljöjjünk ide Bernbe. Tehát akkor itt is van valami elvileg. 14-es. Mit ad a 14-esre? Kale akármi. Kale. Illusion Isle. Meteora. Szevasz, Kizu. Na jó, hát akkor inkább rákeresünk. Kalterc. Na és ez ad Pirate Point. Oda akarunk menni. Én vissza fogok haladni ezekkel a dolgokkal.
Most éppen azt csinálom, amit egyébként Janice linkelt, ezt a Roto Rohendelt. Adri jobban van már szerencsére. Amúgy ez nem lesz jó, mert nincsen Pirate Coinom. És ahogy látom, nem Pirate Coint fogok kapni. Ja, most éppen azt a guide-ot csinálom, a max rollosat. Igen. Viszont inkább visszamegyünk az elejére. Lutherához. És akkor már oda teszünk egy Bifrostot. Mit szóltak? Átgondoltam. Az a gond, hogy kell pirátus coin, nekem meg az nincsen, és menet közben kapnám meg, hogyha jól látom. 16 000 pirátus coinért megkapnám a Song of Resonance-t, amivel hidden space-eket tudok kinyitni, tehát az például kellene nekem. Ha azt követed, első lépésre is végig csinálod, akkor lesz elég materiálod az 500-as item levelig is simán. Komolyan? Ez jól hangzik. Azért akarom amúgy letenni a Bifrostot oda Lutherára, hogy ne kelljen ennyit hajózni. Mert jelenleg a Bifrost le van rakva a Northvernbe, a Vern kastélyhoz, meg odaszól egyébként az egyik dallam is. Kettő szigetből kapsz elegendő Pirate Coint, aztán a Peito szigeten meg tudod venni a Song of Resonance-t, aztán meg kell csinálni 3-szor a Lullaby sziget eventet, amit 2 óránként van. És akkor meg lesz a Forest Minute Song is, onnantól meg minden falat ki tudsz nyitni kb. Ez jól hangzik egyébként. Kíváncsi leszek erre a guide-ra, hogy ezzel így milyen lesz a dolog. Ja, azt írják, hogy ha én ezen most itt végigmegyek, akkor ez nagyjából elvisz engem a 460-as item levelre. Serenity Island. Nem emlékszem, hogy itt jártam volna. Valami szigeten, lehet, hogy a Totópián volt, a fene se tudja. Valamelyik szigeten itt már voltam. Hajózási. Sea Lover lettem, srácok. Ja, hát én nagyon levolom a Sea-t.
Amiről szól a játékkedéseket, nem tudom hova tenni, srácok. De bízom benne, hogy vannak türelmes nézők a csetem, akik erre válaszolnak. Én megkímélném azokat, akik nem türelmesek, hogy ezt a monológot meghallgassák tőlem már századjára is. Bemeled az atakot és villog minden. Így van. Halnak az enemy, kijön a jó loot. Csá. Azt mondom, te nagyon vágod ezt a játékot. Itt valami szobor lesz fixen. Na én ide akarom tenni az egyik Bifrostot. És Conquest Peter meg megtanult közben magyarul. Ettől az okfejtéstől, hogy mi van. Elveszett az árk és meg kell keresni. Ez egy spoiler. Ki gondolta volna, hogy árkokat kell keresni? Szereted a Nintendo játékok kérdésre, meg azt mondod, hogy na, Zelda a best, meg most játszogatok a Pokémon Arceus-szal is. Ugye? Tiszta profi leszek, mert nekem is megvan már a 420-as level. Ha! Tényleg azt tudom, hisz te hogy nem kezdtél még ebbe bele? Hogy lehet? Serenity Island. Hát gondolom, mivel itt... nincs semmi. Gyanítom, hogy ezt én már megcsináltam, igaz? Menjünk tovább. Nem. Nem. Szépen nem csináltuk meg. Csak arra emlékszem, hogy itt már valami ezen a részen én már valamit csináltam. Bár az lehet, hogy a tutoriálos volt. Fallen Umar. Halálra álltok! Én nem vagyok oda az MMO-kért, meg inkább Xbox-ozok mostanában. Más kérdés, hogy a Red Dead 2 mellé elkezdtem a Witcher 3-mal is játszani. Jézus! Jó kis Red Dead. Igen, tudjuk, Adri, hogy itt vagy. Csak szívátlan. Küldött egy lájkot, Adri. Ó, basszus, ez rossz helyre már. Hát itt szedik a fákat. És
akkor még kéne nyomni a Darkest Dungeon-t is. Enyém! Elvittem. Enyém. Valaki így behúzta. Jó. A Viszlát Channel. Ja, hogy amúgy már megcsináltuk a küldetést. De azért vannak a channelok, hogy izé. Ne egymást szívassuk. Ezt kiderült, hogy én már megvagyok a küldetéssel. Szevasz, Vendel. Hát hogy kopik az a DBD tudás? Nem nagyon nyomjátok mostanában? Legendás Blacksmith-es. Nagyon valamelyik nap picit játszottam vele, és olyan gonoszak voltak a killerek. Ó. Skillpotit fogunk kapni? Azt jól láttam. Shadow Fallen Giant Moria Ruin. Vagy Moira. Tehát mindjárt nézzük a küldét. Morai. Az itt van valahol, nem? Lutherra fele. Ja igen, Judia? Nem. Hát akkor hol van? Judia, ez Morai Ruin. Hát akkor az Judia.
Ennek Judiába kéne lenni valahol, nem? Ez hogy nem látom? Na, Morai Ruin. Meg kell nézni. A Stone of Power, ezt kaptuk most. Tehát... Kettő dungeont kell megcsinálni. Na és ezeket hogy tudjuk megcsinálni, srácok? Na ez az, amit meg kell csinálnunk. Hogy tudom ezt megcsinálni? Oda kell mennem? Judia... azaz, az kell. Oda kell mennem, oké. Köszi. És megcsináltam normálon is, csak mert úgy még nem csináltam. Tortoikon van a másik. Ja, látom, Tortoik's Heart és a Judiaz a Morai ruinját kell megcsinálni. Jó, hát így most már világos, hogy mi van. Így elsőnek annyira nem értettem, de most már akkor megvan. Judia. És oda megyünk. Köszi szépen, srácok, a help-et. Az viszont nem tudom, hogy ha hard-on megcsináltad, akkor jár-e Adventure Tone bónusz, ha normális. Elvileg jár, nem? Na nézzük! Adventure Tone-hoz meg kell csinálni hard-on is, meg normális is, tehát kétszer menni kell minimum. Aha! Hát akkor most megcsináljuk normálom. Jézusom, hát ez egy hosszú dungeon. Plusz dungeonen belül lehetnek hidden sztorik, ha azokat utólag csinálod, akkor még mehetsz be. Előkeresünk valami. Előkeresünk egy ilyen izét, hogy hol lehetnek cuccok. Na. Itt van például egy mokokó. Ja, igen, igen, most például mokokót fogunk gyűjteni. Így utólag. That was a close one. We better watch our step. Szevasz, Krisám. Szevasztok, srácok. Careful. The path is slippery. Only the light of Genesis can extinguish the darkness. És most tudok skippálni.
Én level 36-os vagyok, és 223 mokokon van, amit lehet terület kimaxoltam, amihez nem kellett zene. Aha. Na itt például lesz majd nekünk egy rejtet. Mindenki a maga izé tempójában nyomja vertigia, nem hajtatattál. Mi melyiket még bejelöltél képen se egyszerű megtalálni? Mire gondolom, amik ilyen zenések, mi? Sok trükkös van, amihez konkrétan videók, guide kell. Aha, itt begyűjtöttük. Ja, lehet skippálni zsír. Az első dungeon srácok, ahol skippelem a cinematikokat. A gyorsabb fejlődés érdekében, amit lehetett eddig, azt elszkipeltem, de lehet ez csak az én felfogásom. Ne, nem gáz, nem gáz. Úgy voltam vele, hogy ha már a küldiket nem olvasom el, mert azok nekem nagyon uncsik voltak, akkor legalább már a cinematikokat, azokat megnézem, azok így érdekesek. Szuperfarma. Nézem közben nagy baj, nehogy kiadjak egy motokót. Itt kell majd tovább menni. Na, hadd szóljon! Itt feljövünk, még itt se lesz.
Mert itt talán már lesz egy. Nem, az... De, itt van egy. Méghozzá itt valahol. Elnéztem? Pedig ide írja. Ide ír egyet. De fura. Hát akkor ez itt marad. Oda lentről kellett volna átugrani. Lentről. Akkor jó. Alattam. Oké. Ja, én a falak mellett voltam mindig. Azt a izét axot mondtam. De is ír egyébként egy csomót. De át kellett volna ugrálni még, mikor lejjebb voltam. Ha. És itt valami? Oké, és köszi. Alattam lesz még elvileg. Moria Ruin Expert. Egy, kettő. Na még egy mokokó. Az interaktív térkép, amit küldtem, írja a hidden pászokat, hogy meg hogy kell. Oh. De akkor én rossz oldalon néztem. Most. Köszi szépen, Janice, ezt nem tudtam, hogy ez arra, az az oldalára is jó. Ja, a papunikát küldte egyébként Janice. És ezt hogy kell vajon használni? Ven kastély. Igen. És egy dungeont kell keresnem. Hol vagyunk most? Júdia. Jobb klikkel lehet kizoomolni, oké. Okay. Pont mint a játékban. És akkor mi Salant Hillen vagyunk? Igen. Morai Ruin. Nagyon jó. És itt azt mondja, hogy el kell pusztítani a falat. Egy van.
Azt hiszem, ők nem örültek, hogy én itt mokokót vettem fel. Siker? Super. Köszi szépen, srácok, ezt a tippet, ezt a javaslatot. Ez sokat jelentett, Janice. Csak mondom, hogy én a mindent begyűjtögető játékos vagyok, szóval... El leszünk. Secret passage mögött lesz még itt a pár mokokó. Secret passage. Lali. Ezen én is tudok járni, de durva. Itt van a világom már. Itt még tudja, hogy van egy valahol. Jelzés egyébként. Morai Ruin Expert. Ah, tehát hogy ezek a secret location-ok kellenek. És én pont az elsőt nem találtam meg. Ja, van Mokoko Shop. Szerintem ezt már most is meg tudom nektek mutatni. A gyűjtögető, Alt-L. Ja, itt van. Annál érdemes figyelni, hogy egy-két ilyen dungeonben vannak olyan állítók, amit bizonyos challenge teljesítmény esetén nyílnak ki, hogy begyűjtesd a munkukukat. Szóval első nem sikerül, lehet többször kell visszavon. Aha. Hát én abban reménykedtem, hogy most én ide egy küldetés miatt jöttem. A küldetést meg fogom tudni csinálni, vajon? Hát nem csak. Itt szerintem elszúrtam. Itt még lett volna kettő. Az ott lent lett volna, igaz? Vagy itt. Na nézzük csak, mit érnek. Ja, itt jobbra kellett volna lemennem. Ja, hát ez rippentyű. Ez rippentyű. És több mokokó most már nem is lesz. Annyi a küldetés, hogy add meg a boss-t. Tehát be kell gyűjteni Thanatosból a negyedik karmot. Ha jól olvastam. Ezért kicsit egyszerűbb beszélt elsőre? Hát elsőre is, ami hosszú volt, az a fézváltás. Az vészmondra kutattam bele abba, hogy az egyik ilyen ajtó csak akkor nyílt volna meg, hogyha egy civilt se rak meg. Én szerintem ott még nem jártam.
Nem, Northman fölködét végigcsináltad már? Ja, ezt végig, igen. Azt végigcsináltad. Nem. Hát, susirébe vagy hova mehetnék már, szóval gondolom igen, végigcsináltam. Sztori elején van? Akkor csak nem rémlik szimplán. Meg is van a loot. Loot! Ready to sell. Üdv mindenkinek, srácok! Kalácska most azt gondolja, hogy szabad a pálya az ölembe. Igaz, Kalács? Mondjad, mit szeretnél. Miért gondolja azt, Kalácska, hogyha felemelem a kezem, akkor ő most betámadhat itt engem? Adri? Bele van koncentrálva a Siege-be. Nem ér rá. Szia! Felemeltem a kezem, az betámadott. De ide futott a játékáról. A lecska, menned kell, ne haragudj. Foglalkozz Adrival! De, foglalkozz Adrival! Gyere kicsi Kali! Gyere! Gyere, jó lesz? Gyere Kalács! Na, azt találtam, kisrácok, hogy most elmegyek ebédelni, és akkor folytatjuk majd innen ezeket a guide-os küldetéseket, amit úgy hívnak, hogy Road to Rondel, vagy mi? Igen, Rohendel. Ja, és akkor itt egy csomó küldetést meg kell csinálnunk, és azért csinálom meg ezeket a küldetéseket, mert ilyen ládákat gyűjtök éppen. Így van. Így van. Pont ezeket a ládákat gyűjtöm éppen, srácok. És ebbe lesz az, hogy 4-20-as itemlevelt össze tudjam szedni. Szerintem amúgy már meg tudnánk csinálni. Szerintem ez már meg lehetne. Ó, bőven. Bőven meg lehetne, srácok. Nem is kérdés. Igazából... Akkor el kell nyomjak most egy ilyet. Bár tortolyukba kéne menni a küldetésért. De elnyomok egy ilyet. 11 perc múlva el tudom nyomni ezt a küldetést. Jó. Na, srácok, ebéd, és akkor utána megnézzük a... Chaos Dungeon utolsó részét. Hogy olyan legendás rewardom legyen például. Mert addig nem akartam belekezdeni a Chaos Dungeonbe, meg a Guardian Raidbe, ameddig nem a legtöbbet ki... amíg nem a legtöbbet hozom ki a mai lootból, és nyilván lehetne ennél még jobbat összeszedni, de a 420 az már olyan, hogy... Az már úgy jó lesz szerintem, srácok. Az már ugye a Northwarner-es utolsó rész a Chaos Dungeon-ből. És akkor utána már nyomni kell a main küldetést is, gondolom. 4-10-nél járunk most. És
340-nél jártunk? 333. Így ott hagytam abba tegnap, és 340-nél már mutathattam volna nektek extrákat, és mutattam is az Abyssal Dungeon-nel. Hát az Abyssal Dungeon brutális. Tehát, hogyha valaki még mindig azt mondja a játékra, hogy nincs benne kihívás, akkor az Abyssal Dungeon az nem tudom mi. De szépen haladtunk most. Szépen haladtunk ez alatt a 3,5 óra alatt. Remélem, hogy tetszett nektek.